Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit, tartsanak velünk, ma este is érdekes témákkal foglalkozunk. Május 17-e a magas vérnyomás világnapja. A szakemberek eddig egy napot, de most már egy egész hónapot szentelnek arra, hogy felhívják a figyelmet a magas vérnyomás betegség kialakulásának kockázataira, veszélyeire, illetve a helyes kezelés fontosságára. Magyarországon több millió ember érintett, és sokan nem is tudják, hogy betegek. Tökéletes. 132/74-es vérnyomást mutat a gép, ez esetben nincs további teendő, hiszen megfelelő az érték. Fontos a gyakori ellenőrzés, hiszen mind az alacsony, mind a magas vérnyomás komoly bajokat tud okozni. Utóbbi közel 3,5 millió embert érint az országban. Szív- és érrendszeri kockázatok jelentkeznek elsősorban. Nyilván a szívnek egy nagyobb nyomással szemben kell dolgoznia, tehát kialakulhat, tehát az ereg betegségei alakulhatnak így, a szem a vesét érintheti, illetve szív megnagyobbodást, szívelégtelenséghez vezethet, hogyha nem kezeljük időben és megfelelően. Mit tudunk egyébként tenni, hogy megelőzzük ezt a betegséget, hogyha egyáltalán lehet tenni ellene? Mindenképpen lehet ellene tenni, tehát a rendszeres testmozgás, a megfelelő táplálkozás, illetve nyilván a dohányzás egy nagy rizikófaktor, meg az alkohol megfelelő használata, tehát azt szoktuk mondani, hogy egy 2 deci vörösbor az ér és szív protektív hatással rendelkezik. Hogyha ezeket így betartjuk, azért sokat teszünk az egészségünkért. És fontos-e az egyébként, hogy otthon saját magunknak mérjük, vagy elég egy-egy ilyen házi orvosi látogatás alkalmával megmérni a vérnyomásunkat? Hát szerencsére már nagyon jól elterjedt Magyarországon az otthoni vérnyomás mérés. A legtöbb háztartásban rendelkeznek ilyen műszerrel. Ez azért is nagyon fontos, mert még mindig nagyon gyakori a fehér köpeny vérnyomás betegség, ami ugye azt jelenti, hogy az otthonában a paciens teljesen jó vérnyomást mér, és én rá se nézek, megmérem a vérnyomását, és 160 fölött van. És azon kívül pedig, amikor elkezdődik egy magas vérnyomás mérés vagy betegség, akkor vérnyomásnaplót szoktunk adni, ami napi 3-szori vérnyomásmérést jelent, mert napszaki ingadozás mutat a vérnyomás, és nagyon fontos az, hogy napi 3 érték legyen abban a naplóban. Melyik értéket mondjuk jónak? Hát mindenképpen 140/90 alatt az egészséges pacienseknél. Az, akinek van krónikus betegsége, például cukorbetegség, vesebetegség, a 120/80 az ideális vérnyomás érték. Jó hír, hogy a vérnyomás betegségek jól kezelhetőek, de még fontosabb a megelőzés. Az egészséges, sportos életmód a leghatékonyabb, ugyanis a mozgás csökkentheti a vérnyomás betegségek kialakulását. Ha mozgásokról beszélünk, akkor viszont mindenképpen a kardióbb jellegű mozgásokat javasolnánk, hiszen hát a túlzott, nagyon erős igénybevétel az esetlegesen több kárt okoz, mint amennyit használ. Úgyhogy ha lehet javaslat, akkor természetesen, amit nem tudunk elégszer mondani, hogy a fokozatosság, és nem feltétlenül a legerősebb, legkeményebb edzésekkel neki mennünk, hiszen hát magunkat fel kell készíteni sok mindenre, és így az edzésre is. Nem kezdhetünk egyből nagyon nagy súlyokkal, mert az egyrészt ugye sérülésveszélyes, másrészt pedig pont így a vérnyomásnál is lehetnek problémák. Konkrét mozgásformákat említhetünk-e? Természetesen. Én azt gondolom, hogy most jön a jó idő, úgyhogy már a szabadba is lehet menni. Biztosan nem a sprinteléssel kell kezdeni, de egy gyors, intenzívebb gyaloglás, esetleg egy picit kirándulás a hegyen. Ezek azt gondolom, hogy nagyon jó bemelegítések lehetnek. Aztán lassan kocoghatunk, hiszen hát jó idő van, és ez olyan jó ebben az időben kint lenni. Valamint hát a biciklizés, ez megint egy azt gondolom, hogy fantasztikus program. Főleg, hogy a család együtt elmegy, akkor biztosan nem sprintelnek a Balatonparton, hanem egy jót bicikliznek, sétálnak, kocognak egy kicsit, ha pedig edzőteremben vagyunk, akkor nagyon sok olyan gépünk van, akár a futópadon, vagy más egyéb, ahol nem feltétlenül gyors mozgást, de egy relatíve intenzívebb, de kímélő mozgást lehet végezni. Milyen gyakran kell egyébként mozogni ahhoz, hogy az egészségünk rendben legyen?
Ez ugye a nagyon nagy kérdés, hogy mennyit kell mozogni, hiszen hát mindenki nagyon jól szeretne kinézni, de a lehető legkevesebb befektetett munkával. Hát ugye ez ami nem létezik, de azt gondolom, hogy ha egy heti 4 alkalommal tudunk mozgásnak időt szentelni, vagy tudunk teremteni az életünkben 4 napot, amikor egy 30-50 percet mozgunk, akkor már mindenképpen elérjük azt, hogy egy jó formába kerülhessünk, és egyébként az egészség is a mi barátunk lesz. A biciklizés, intenzívebb gyaloglás, hegyi séta a kezdésnek tökéletes, a vérnyomást mérni pedig legalább 2 hetente szükséges. Milyen Székesfehérvár vérnyomása? Hát sok szempontból ez elkeserítő. Nagyon sokan, én azt látom, mint azt mindenki elolvashatja, láthatja, tudhatja, utána nézhet, 140 per 90-es vérnyomás fölött nevezzük a vérnyomást magasnak. Ez nagyon egyénre szabott, és mindenki azt mondja, hogy nekem nem szokott ennyi lenni, hogyha mérünk egy 160-as vérnyomást. Nem szedek vérnyomáscsökkentőt, az enyém az nem szokott ennyi lenni. Csak most itt, csak maguknak, csak itt, csak ezért. Pedig ezt jó tudni, hogyha valakinek vannak kiugró, akár 150-es, 160-as, 180-ast is mérünk nagyon sokszor úgy, hogy nem szed gyógyszert az illető, nem is tud, ő neki otthon mindig 120 körüli. Mikor mérte utolja? Hát egy fél éve. Fél év alatt nagyon-nagyon komoly elváltozásokat okozhat a szervezetben egy ilyen magas vérnyomás. Ezt tényleg oda kell figyelni, 40 éves kor fölött rendszeresen vérnyomást kell mérni. Nem mondom, hogy naponta 2-szer, de célszerű hetente, 2 hetente egy vérnyomást. Nem egy horror összeg a vérnyomásmérő. Szinte minden munkahelyen van, be lehet menni gyógyszertárakba, szűrővizsgálatokon, nem kell semmi más, csak le kell ülni, meg kell nézetni a vérnyomást. Főleg, ha a családban halmozódást mutatnak a magas vérnyomás értékek, akkor azért erre mindenféleképpen kell figyelni. Amire figyelni kell, stresszes életmódnál, ülőmunkánál, túlsúlynál, magas sóbevitelnél, dohányzásnál, magasabb, nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás esetében mindenféleképpen gyakrabban kell kontrollálni a vérnyomás értékeket. És hát azért a magas vérnyomásnak tünetei is vannak, nem? Tehát, hogy ezeket figyelmen kívül hagyni? A helyzet az, hogy nagyon sokáig a magas vérnyomás ilyen szempontjából egy kis sunyi betegség, mert hogy nagyon sokáig nem mutat tünetet. Lehetnek tüneteket, tarkótáji fejfájás, kipirosodó arc, valaki érzi magán, hogy szaporább a pulzusa, és ez is összefüggésben lehet a vérnyomás értékeivel, fáradékony, vagy éppen nagyon fá van pörgetve, de ezek alapján, a tünetek alapján számos betegségre lehet még gondolni, vagy csak egyszerűen rossz passzra jönnek, mennek a frontok, hát nem vagyok jó paszban. Azért kerülnek nagyon sokszor mondjuk egy egyéb betegség kivizsgálásakor, tehát látás problémáknál, romlik a szemem, és a hátterében nem a szem romlása van ténylegesen, hanem már maga a magas vérnyomás olyan szemelváltozásokat okoz a szemfenéken, hogy onnan jönnek ezek a látás problémák. Tehát nagyon sokszor nem a vérnyomásból indulnak ki, hanem egy egyéb kivizsgálás során derül ki, hogy az illetőnek már akár évek óta magas vérnyomása van. Fontos a táplálkozásra is figyelni, például a sóbevitel csökkentésével is jelentősen javíthatunk a vérnyomásunkon, melyből maximum 6 g fogyasztása ajánlott egy nap. Integrált látássérült fesztiválnak adott otthont a Dinnyési Várpark és Kanzen. Tapintható tárlattal, kulturális programokkal és érzékenyítő foglalkozással várták az érdeklődőket az ország minden pontjáról. Mesélnek a kövek és az anyagok, ezen a napon tapintható tárlattá változott a Dinnyési Várpark. A rekordok könyvében is szereplő, anyaghűen megépített makettparkban 38 régi magyar vár található, amik most a látássérültek számára is közelebb hozták a történelmet, a régi korok művészetét. A várakat végig tudják tapintani, illetve az épületeket is. Ezek a várak kifejezetten anyaghűen készültek, és azt mondják, hogy ez szinte olyan, mint a vakírás, mert annyira átfogó képet tudnak kapni a várainkról, hogy fantasztikus. És mindegyik várat egy-egy tanuló fogja majd bemutatni. Igazából a régi építészeti megoldásokra lehet rálátni itt a Várparkon és Kanzenen belül. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen egyedi vonal. Az ötlet az egri csillagokból jött, szerintem az teljesen egyértelmű, illetve adta magát. Nekem is kötelező volt olvasni, mint bárki másnak. És akkor pattant ki a szikra, hát várni kellett elég sokat, és át kellett gondolnom a gyerekkori dolgaimat,
itt művelem az építéseket a helyszínen. Ugye alapozása kezdődik, és aztán utána falazása folytatódik, utána mennek a tetők, a gyilokjárók, korlátok, létrák, és egyszer csak kész az adott mű. Minden esetben a régészeti ásatási alaprajz a kiindulási pontom, azt szerintem az egy viszonylag stabil pont, sőt a legstabilabb, és aztán mindent, amit találok egy-egy várra kapcsolatban, azt próbálom begyűjteni, a végeredményt pedig megépítem, ahogy itt láthatjuk. Mik a további célok? Most ugye skanzennel is bővült itt a kert. Így van. Hát a skanzen az egy 11. századi árpádkori falu. Most éppen a szekérvár lesz a következő falat. A szekérvár az 10 szekérből fog állni, legalábbis egyelőre, és egy az egybe fog épülni, illetve Feketeiről, Fehérvárról a vár, a palánkvár, az lesz még megépítve, ha Isten is úgy akarja. Az is egy az egyes méretbe. Ki járt már Kovácsnál, Kovács műhelyben? És fel tudja szólni a jelentkezők közül azt, hogy mi minden kell a Kovácsváráshoz, mi szükséges. Fébas! Igen, nagyon jó, aztán? Kalapák! Igen, nagyon jó. Fa! Fát akkor szokta betenni, hogyha nem akarja. Fémet azt vasatán mondta valaki, igen. Következő. Kőre nem kell. Fém az vasat, ugye? Kújtatom, nagyon jó, szuper. Aztán mi kell még? Tűz, tökéletes. Na és még valami, ami nagyon fontos szintén. Láda. Nem. Szécs. Na, mi az a tárgy, ami üti a vasat a kovács? Ami kell valakit üllő. Úgy, igen. Ha bármelyik hiányzik, akkor már is nem tudunk kovácsolni sajnos, igen. Nekünk van ilyenünk, ott van csak kicsire. Nekünk is van ülő, csak más színű. Hát az biztos úgy aztán be van festené. No, és tudjátok, fel tudtok egy néhány tárgyat sorolni, amit a kovácsok kovácsolni szoktak, igen. Kalapács. Igen, kalapács is el lehet készíteni, bizony. Aztán? Kard. Nagyon jó. Pajzs. Igen. Patkó, a tökéletes rólávára bizony kell. Bicska. Így van, hát a késznek a pengét, igen, azt a kovács ezután. Gyűrű. Az is, ékszereket, így van. Kártyát. Aztán még egy, ami nagyon fontos. Szerszámokat. Így van, szerszámokat, pontosabban föld megmunkáló eszközöket, tehát ekevas, ásó, kapa, nagy harangot nem ide tartozik, csak ide passzol. Így van, ügyesek vagy dolgok. Az integrált fesztiválra 120-an érkeztek a fővárosból, látássérült felnőttek és a vakok iskolájának kisdiákjai. Ez nagyon érdekes maga a helyszín is, mert ugye itt minden körülöttünk teljesen vizuális, ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog a történelmi várakról, ilyen makett formájában látványt nyernek a látó emberek, de hogy számunkra ez kizárólag két módon lesz akadálymentes, vagy elérhető. Egyrészt, hogy körbe lehet őket tapogatni, egészen közel lehet menni a várakhoz. Másrészt itt gyerekek önkéntes munkába vállalták azt, hogy lenarálják, elmondják azt, hogy mi az, amit látható, adnak egy kis történelmi áttekintést, hogy milyen várról van szó, illetve szerintem még egy különleges része ennek a programnak, hogy számos élmény csatlakozik ehhez a mai naphoz, tehát ott itt lesz lovaskocsizás, itt vannak a hagyományőrzők, lehet beöltözni, lehet kipróbálni különböző eszközöket, és ami nagyon fontos még ennek a programnak a része az, hogy mindez integráltan. Legyen új a rend a földön, valahárom, érjen itt a földet, hogy mindér vihár. Legyen újra rend a földön, valahárom, érjen itt a földet, hogy mindér vihár. A Makett Park és az Árpád-kori témájú skanzenben a fesztivál részeként korhű bemutatókkal, kulturális programokkal várták az érdeklődőket, látókat és látássérülteket egyaránt. Tanai Csaba szerint azért is jók az ilyen alkalmak, mert közelebb hozzák a társadalom fogyatékkal élő és épp tagjait. Szerintem teljesen jó megvan ez itt csinálva, hogy ugyanaz, mint az eredeti, csak a másolat és a kicsit forma, tehát akinek nem nyílik rá lehetőség, hogy elmenjen megnézze, vagy nincs rá módja, az itt a legkicsinített formában meg tudja tapogatni. Szerintem egy ilyen nap mindig kell, mert mindig jó dolog, mert a látótársadalom nem tudja elképzelni, hogy milyen a látássérült
sérültek élete, milyen a látássérültek érdeklődésük, ugye, hogy a látó emberek különbözőek, én úgy gondolom, hogy a látássérültek is különbözőek vagyunk, és ezért jó ez a dolog, mert megismerjük egymás jobban, és akkor szabadabbak vagyunk egymásfelé, és nyitottabbak vagyunk. Nagyon jó kezdeményezés, hogy megcsinálják azokat a dolgokat kicsibe, amit ugye nagyba esetben nem tud megnézni egy látássérült, kicsibe tudja érzékelni, és akkor mondjuk egy született vakembernek van elképzelése, hogy milyen egy diósgyőri vált, milyen egy fűzéri vált, hogy milyenek azok a tárgyak, amiket nagyba tud megnézni, és hogy ő nem látja, mert vak. Nagyon sok éve járok én, de én úgy gondolom, hogy ilyet még nem tapasztaltam, ami itt van. A programon érzékenyítő foglalkozások is voltak, megismerhették a brailleírást, és mindenki egy kicsit megtapasztalhatta a vakok és gyengéllátók helyzetét. Ugrálóvár, ügyességi feladatok, csillámtetoválás és állatsimogató is várta a családokat a hétvégén Palotavárosban. A Széne Egyesület rendezvényén az Emeljünk a magasba minél több gyermeket világrekord kísérlethez is csatlakozhattak az érdeklődők. Táncos bemutatókkal szórakozhattak a sok színes program mellett a családok a palotavárosi rendezvényen. A Széna Egyesület már nem első alkalommal szervezett közösségépítő, kikapcsolódást nyújtó eseményt a családok számára. Igazából mi most a kisgyerekes családokat szólítottuk meg. Szerintem mindenki úgy van, hogy fut minden nap. A hétköznapok annyira rohanosak, és kell az, hogy megálljunk egy kicsit, és együtt legyünk a családunkkal. És ez egy nagyon jó alkalom, és szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk. Úgyhogy remélem, hogy nagyon sok kisgyerekes családot fogunk ma itt vendégül látni. Mi minden várja itt a családokat? Milyen programokkal készültek? Az évek tapasztalata az az, hogy interaktív játékokat nagyon szeretik a gyerekek, úgyhogy készültünk nekik egy útilapuval, ahol 8 helyszínen különböző feladatokat végezhetnek el, és a végén kapnak egy ajándékot. Lesz csillámtetkó, ugrálóvár, itt lesz a tűzoltóságtól is, az önkéntes tűzoltók is itt lesznek állatok is, tehát állatsimogatóval is találkozhatnak, úgyhogy a környezetvédelmi sátortól kezdve a nőközpontig igazából igyekeztünk az egész család, tehát a családoknak minden tagjának találni olyan foglalkozást, ami érdekelheti őket. Hogyan lehetne jellemezni így az Egyesületet? Mi jellemzi a napi munkát? Hányan csatlakoznak az Egyesülethez? Az Egyesületnek a tagjai kis és nagy családosok. Nálunk igazából már egy idősebb generáció van, akik még régóta tagok már a szervezetnek. Ők is eljöttek egyébként, most is nagyon sokan segítenek önkénteskedni. Ami jellemző az, hogy ilyen nagy rendezvényeken igyekszünk megszólítani a családokat, és nekik egy feltöltődési lehetőséget biztosítani. A Széna Egyesület 8 állomásos játékába szívesen kapcsolódtak be a gyermekek. Először volt, hogy itt ilyen pályákon kellett átmenni, meg hogy kellett, hogy ilyen szerelmes rajzokat, meg barátságosokat. És van olyan, és kellett az embereknek mondani, az ismerősöknek, akik mondom, hogy te vagy a barátom, te vagy a barátom, meg szeretlek, ezeket kellett az első átmenni, és itt zsákba kellett ugrálni másikon. A Nemzetközi Családnaphoz kapcsolódó rendezvényre sok gyermek és szülő érkezett. Gyakorlatilag egy plusz program ebben a szép időben, amikor ki lehet jönni a szabadba, egy kicsit feladatokat teljesíteni, együtt lenni. Szóval egy jó programnak találom. Meg ő is szerintem. Jól érzed magad? Igen. A családi napon a Széna Egyesület átadta a Szamóca díjakat is, amelyeket azok a személyek vagy családok vehettek át, akik sokat tesznek a szervezet tagjaiért. Horváth Ferencné és családja is állandó segítője a programoknak. 10 éve vagyunk a Szénánál tagok, a segítség az mindenhol, ahol szükség van ránk, ott vagyunk. Az ilyen rendezvényeken akár a játszó térfelügyelete, az italosztás, amikor élelmiszerosztás volt, akkor ott voltunk az áruházakban, a kihelyezett kosarakban, élelmiszergyűjtésen, illetve hát ahol lenni kell, ott vagyunk a ruhaosztásnál, vagy behordásnál, főként amit kinőnek a gyerekek, azt próbáljuk jó helyre eljutatni, így behozzuk a litáikhoz, és akkor innen a megfelelő helyre ők eljuttatják.
Ugye családként vesznek részt az egyesületnek a munkájában. Mennyire nehéz feladat ez azért a napi munka mellett még segíteni az egyesületet? Igen, hát ezt nagyon nehéz így beosztani, egyeztetni mindig, és most már vannak olyan dolgok is, hogy most már a gyerekeket is beszervezzük, tehát folyamatosan ők is táboroztatnak. A lányom például folyamatosan jön táborszervezésnél, tábor segítségek kiosztására, tehát folyamatosan részt vesz a lányom is. Én próbáljuk őket is bevonni ezekbe az egész egyesületnek a munkájába, több-kevesebb sikerrel. Telefonálnak, és akkor próbáljuk hogy mindig megoldani, hogy vagy a lányok, vagy a feleségem, vagy én ezt valahogy megoldjuk mindig. Miért vált olyan fontossá, hogy segítsék az egyesületnek a munkáját? Hát a segítség, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó, ahogy itt a színpadon is fogalmaztak, hogy feltölti az embert. Tehát segíteni jó dolog, és azt látni, hogy emberek ettől jobban érzik magukat, vagy lesz egy jobb napjuk nekik, vagy esetleg akár az élelmiszerosztásoknál úgy gondoljuk, hogy egy-két napra, hetekre megoldódik nekik az ellátásuk. Én úgy gondolom, ez nagyon fontos. Egy plusz energia és inspiráció arra, hogy érdemes másnap is fölkelni. A résztvevők csatlakoztak a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Emeljünk a Magasba minél több gyermeket világrekord kísérletéhez, amely a gyermekvállalás fontosságára hívja fel a figyelmet. Új ételek, új tradíciók, hagyományos, ám mégis modern ételekkel vár mindenkit a 67 étterem itt Székesfehérváron. A sajtó képviselői ismerhették meg elsőként a 67 Szigma étterem kínálatát. A vendéglő februárban egy elkötelezett családi vállalkozás tulajdonába került, és immár új arculattal várja vendégeit. 2019 tehát az újraterítés éve. Az újraterítés azt jelenti, hogy új étlappal, remélhetőleg magas minőségben, új terítékekkel, új ital és ételválasztékkal várjuk a vendégeinket. Ami a ma estét jelenti, az gyakorlatilag megpróbálunk egy rövid ízelítőt adni abból, hogy mire számíthatnak, ha bejönnek hozzánk. Találkozhatnak a kollégáinkkal, illetve azzal a csapattal, aki garantálni fogja remélhetőleg ezt a minőséget, amit mi szeretnénk itt az étteremben hosszú távon megvalósítani. Honnan jött a megújulás ötlete? Ez év februárban vettük át az éttermet. Nagyon régi vendégei voltunk eddig az étteremnek. Jó pár országba jártunk, és gyűjtöttük az információkat az elmúlt években arról, hogy milyen is az a vendéglátás, amit mi szeretnénk, vagy mi szeretünk, és remélhetőleg mások is. És ahogy átvettük az éttermet, megfogalmazódott bennünk, hogy a 67-es étterem az egy minőség. Minőség volt eddig is, remélhetőleg ezután is az lesz, sőt egyre inkább minőség. Az újraterítés szót azért választottuk, mert nem újra nyitunk, hiszen az étterem folyamatosan nyitva van és várja a vendégeit, de megújulunk, felfrissülünk új étlappal, új kiszolgálással. A minőséget megpróbáljuk tovább folytatni, vagy még magasabb szintre emelni. Ugye említetted, hogy megújul az étlap. Esetleg van olyan étel, amit ki tudnál emelni, ami különlegesebbnek számít? Ugye eddig az étteremre elsősorban az olasz gasztronómiai hagyományok voltak jellemzők. Igazából kerestünk új utakat is, amellett, hogy megtartottuk a régi jó hagyományokat, új alapanyagokat, új beszállítókat. Nemzetközi beszállító csapat segíti a munkánkat. Spanyol, francia, és természetesen még az olasz is itt van mögöttünk, illetve a magyar beszállítók jelenléte is nagyon jelentős, mindez válogatott. A minőséget próbálják továbbra is megtartani, vagy még magasabb szintre emelni. A megújult vendéglátóhelyen a megszokott ízek mellett készülnek új, különleges étkekkel is. Ami újdonság, és megmondom őszintén, hogy személyes kedvencem, az a nyúl, illetve van egy pár olyan különleges fogás, mint a fűr, a fogoly, nagyon-nagyon finom a bárányunk, úgyhogy én tulajdonképpen a leendő vendégeknek bármelyiket nagyon jó szívvel ajánlom. A tulajdonos hozzátette, hogy bár az étteremre eddig az olasz konyha volt jellemző, emellett kerestek új utakat is, így kínálatukban jelen van többek között a spanyol, a francia és a magyar ízvilág is. A konyhára a fiatalokból álló csapatot válogattak össze, akik nagy lelkesedéssel végzik munkájukat.
Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy a tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!